Szeptember 8-án, jövő vasárnap újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a Sóstói Múzeumfalu. A régi Magyarország ízei rendezvénysorozat nem csak a hazai, hanem szélesebb körben az egész Kárpát-medence magyarságának, illetve az itt élő nemzetiségek kulináris szokásainak és gasztronómiai sokszínűségének bemutatója. Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a régi Magyarország ízei című nagy gasztronómiai rendezvény, amely a Kárpát-medencei magyarság, illetve nemzetiségeknek az ételeinek, hagyományainak állít emléket. Ugye elég sok főzőcsapat is jön, és úgy készültek a múzeumfalusok erre az ünnepre, hogy a nyitással egyben egy olcsó belépőjeggyel készülnek, viszonylag szolidáró 300 forintos kóstolóeggyel. Tehát számunkra ez azért is nem csak a nyitás miatt fontos, hanem azért is, mert egy megújult környezetben fogadhatja majd a látogatókat a múzeumfalu, illetve ez egy olyan gasztronómiai rendezvény, amely sokkal szélesebb körben mutatja be az ételeknek a változatosságát, mint az összes többi gasztronómiai rendezvény, amit Nyíregyházán megrendezésre kerül. A régi Magyarország ízei nem csak gasztronómiai bemutató, hanem főzőverseny is, amelyre a határon túlról is érkeznek majd csapatok. 25 csapat vesz részt, a megye különböző területeiről érkeznek önkormányzatok csapatai, egyesületeknek a csapatai, és azt szerettük volna, hogyha azok az ízek megjelennek, vagy azoknak a tájegységeknek az ízei, amelyeknek az épületei megtalálhatóak a Sóstói Múzeumfaluban, így érkeznek csapatok a szatmári területről, a belegi területről, illetve a nyírségből is, és hozzák a maguk tájegységére jellemző ízeket. A múzeum felújítása mintegy másfél évvel ezelőtt kezdődött, azóta pedig csak részlegesen volt látogatható a Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A jövő heti rendezvényen azonban újra nyitja kapuit a skanzen, ami egészen októberig várja majd a vendégeket.